kétoldali tüdőgyulladást is okozhatnak a legionella baktériumok. Ez már az úgynevezett légiós betegség súlyos lefolyása lehet, melynek kialakulásában döntő szerepet játszanak a rosszul vagy ritkán tisztított légkondicionálók. Ezért is fontos, hogy megfelelő módon és gyakorisággal legyen takarítva a klímaszűrőrendszere. Szakember végezzel, hogyha azt akarjuk, hogy tényleg 100%-os az a készülék. Évente egyszer javasoljuk mi is a tisztítást, így gyártói garanciák függvényébe, ugye kiterjesztett garanciának kérik az évi két karbantartást, illetve ha hűtünk, fűtünk fele, ugye mostani klímák azok már hűtenek, fűtenek, akkor a két karbantartás indokolt ebben az esetben, és mindenféleképpen szakemberrel végeztetném el, szerintem az egy szakember fog alapos munkát végezni. Klímát ma már egyre többen használnak. Szakemberek szerint az elmúlt 2-3 évben duplájára nőtt a légkondicionálók iránti kereslet. Sokan azonban a gyors hatás érdekében rosszul állítják be a kívánt hőfokot. Ezzel azonban nem csak a készülék energiahatékonysága csökken, egészségük is bánhatja, ha nem tudatosan használják a gépet. Szerintem a legjobb az, amikor a klímaberendezés főleg nagy melegben megy reggeltől estig. Beállítjuk egy adott hőmérséklet 24-25 fokra, az szerintem a legideálisabb, nem engedjük felmelegedni a lakást, azzal már nagyon sok energiát tudunk spórolni, nem az, hogy a 30 fokos lakást akarjuk hirtelen egy óra alatt akár lehűteni. Ehhez is szempontjából szerintem a legjobb az, amikor nem magunkra fújhatjuk, ugye ezek a klímaberendezések egy 6-7-8-10 fokos levegőt fújnak ki magukból, az nem jó, amikor ez a hideg levegő úgy közvetlen az arcunkba vág, ugye attól később arcüreggyulladás, stb. Betegségek kialakulhatnak. Úgy kell elhelyezni a lakásba, hogy egy semleges térbe, hogy ne egy ágyjal szembe, hogy pont ránk fújja a hideget, egy irodában, egy íróasztallal szembe. Ezeket a szempontokat kell szerintem figyelembe venni maga az elhelyezésnél. Szakemberek szerint ma már az uniós szabályozásnak köszönhetően csak energiahatékony készülékek kerülhetnek a piacra. Vásárlás esetén fontos tényező a garanciaidő. Minél több időt vállal a gyártó, annál valószínűbb, hogy jó minőségű a termék. Jelenleg bruttó 270.000 forinttól már elfogadható készüléket szerelnek be a szakemberek, a költségek azonban az igények emelkedésével arányosan nőnek.